Elérkeztünk ehhez a télelei, kicsit szürkés, esős, nyúlós, náthás időszakhoz, amikor ugye mindenki próbálja az immunrendszerét valamivel erősíteni. Van, aki sok-sok C-vitamint teszik, van, aki sok-sok narancsot, citromot, de fordulhatunk a házi konyhához is, a kamra világához, ahol rengeteg finomságot találunk, ilyen például a fokhagyma, az erős paprika, vagy ugye a citrom, amit már az előbb említettem. Ezeknek mind-mind megvan az előnye, viszont a hátránya is, ugye a fokhagymát büdösek leszünk, az erős paprika nagyon csíp, ezt ugye sokan nem bírják, vagy éppen nem szeretik, viszont van egy nagyon jó zöldségünk, ez pedig a gyömbér. A gyömbérből készíthetnek teát, ezt már mutattam korábban, hogy hogyan kell, viszont ma egy teljesen más fogok mutatni, egy igazi kulináris csemegét, amit úgy hívnak, hogy kandírozott gyömbér. A kandírozott gyömbérnek az az előnye, hogy bármikor kéznél lehet, bármikor berakhatjátok a táskátokba, és csak egy-egy szemet elővesztek belőle, és már is egy kicsit az a tudat jár át titeket, hogy na, erősítettük az immunrendszerünket, jót tesz a gyomrunknak, a vérrendszerünknek, és igen, a toroknak is nagyon jót tesz, tehát bármilyen torok fájdalom esetén is a kandírozott gyömbérhez nyúlhattok. A kandírozott gyömbérnek a másik előnye pedig az, hogy egy karácsony előtt egy kiváló gasztro ajándék is készülhet belőle. Mutatom, hogy hogyan kell ezt elkészíteni. Amire szükségetek lesz a sok-sok gyömbér, jelen esetben mondjuk ennyit fogok fölvágni, apró kockákra, utána pedig egy cukrozott vízbe fogom ezt az egészet megfőzni. Körülbelül egy bögre cukorra lesz szükségetek, és két bögre vízre. Ebben a vízben fog a gyömbér rotyogni, és mikor ez elkészült, jól csöpögtessétek le, tegyétek ki egy tálcára, amire tesztek sütőpapírt, és egy pár napig ez itt szárítani kell. Amiközben szárítjátok, érdemes sok-sok cukrot rá önteni, abban jól megforgatni, és a végeredmény az így fog kinézni. Nekem már elkészült az első adag kandírozott gyömbérem, amit most meg is kóstolok. Figyelemmel nagyon fog csípni, ezért erre nagyon vigyázzatok. Aki nem szereti, és főleg a gyerekek, neki ne adjátok, de most meg a szám, nagyon a hatásait, meg az elején nagyon finom. Na és most már nagyon elkezd csípni. Egészségetekre, jó szórakozást hozzá!